Szervusztok, köszöntelek benneteket! Félre az előítéletekkel! Célul tűztem ki, hogy gyermekkorom kedvenc kalambéter receptjeit és elkészítés módját megosztom veletek. Kalambhúsleves fogok készíteni házi csigatésztával. Természetesen úgy, ahogy édesanyámtól tanultam. Belefőzte a kalambot a levesbe, és mikor kész lett, leszűrte a zöldséget, mellé tárolta a szűrt leves mellé és a házi csigatésztát, és a főtt galambot megforgatta lisztbe és tojásba, és bő zsíradékba kisütötte. Én is így fogom készíteni. Hozzávalók 4 személyre. 4 darab egész galamb, 200 sárgarépa, 200 petrezselyem gyökér, 1 darab zeller zöldjével, 1 csomó petrezselyem zöld, 1 darab burgonya, 1 fej vöröshagyma, 2 gerec fokhagyma, 15 dek a csigatészta, só, szemes bors, szerecsendió. Hozzávalók a bundázáshoz. 4 darab tojás, 1 deciliter tejföl, 1 csomó petrezselyem zöld, 5 dek a liszt, só. A galambokat beleteszem a lábasba, majd egy forralás után leöntöm róla az első lét. Leöntöttem az első levet a húsról, és most újra felöntöttem, és bezöldségelem. Hozzáadom a sárgarépát, petrezselyem gyökeret, a burgonyát, a fokhagymát, a zellert, zeller zöldjét, hozzáadom a hagymát, a petrezselyem zöldjét, sóval, borssal és szerecsendióval ízesítem. Felforrt a levesünk, és lassú tűzön készre főzzük. A leves leszűrtem, visszatettem forralni. A répát összevágtam, kifőztem a csigatésztát, félretettem a benne főtt húst. Egy forralás után, mikor már gyöngyözik, akkor szépen beleöntöm a tálba. És ezt így tálaltuk otthon, és édesanyám így készítette. Petrezselyemet finomra vágom, a lisztet a tojással habverővel simára keverem, hozzáadom a petrezselyem zöldjét. Sóval ízesítem, húztam egy kesztyűt, intenzíven be van sózva a hús, szépen így óvatosan kell fogni, és óvatosan megforgatni ebbe a masztrába így, és a forró olajba fogom, és beletettem. Finom kis csemege lesz belőle. Elkészült az étel, galambhúsleves csigatésztával, zöldségesen, és a benne főtt galambhús bundába forgatva, lila burgonya pürébe. Jó étvágyat kívánok!